Van egy ilyen vagyis ilyen új beásás, ami elvágta az egyik felet, és akkor most ezt dokumentálom jelenleg. Javában dolgoznak a régészek Dombóváron a 611-es út mellett található Gólyavárnál, hogy feltárják a 14-15. Században épült erődítmény teljes valóját. Az eddig feltárt leletanyagok a megyei múzeumba kerültek, tudtuk meg az igazgatótól. Itt ez már sokadik éve zajlik ez a feltárás, minden évben nyaranként ilyenkor közel egy hónapig, vagy akár 5-6 héten keresztül is fiatalok segítségével folyik ez az ásatás, és hát minden egyes ásatási idényben egyre többet és többet lehet megtudni erről a egykor nagyon szép, hát több periódussal is rendelkező várról. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársai július közepétől folytatták a már 2014 óta zajló munkát az egykor Dombóvár határában álló épületnél, ahol idén is nagy mennyiségű leletanyagra bukkantak. Hagyományos régészeti feltárás mellett geofizikai vizsgálatokat is végeztünk a lelőhely területén, továbbá kiegészítettük a már meglevő geodéziai felméréseket is. A geofizikai vizsgálatok során talajradarral mértük fel a hozzáférhető területeket, és így a várnak még az eddig ismeretlen alaprajzi részleteit is sikerült feltárnunk. A tervek szerint az ásatásokkal párhuzamosan a jövőben megkezdődhetne a terület műemléki állag megóvása, az önkormányzat pedig egy közösségi tér kialakítását tervezi a lelőhelyen.